negyedszerre se sikerült, polgármester úr. Önök is lássák, hogy a szituáció kritikus. Sajnos ez a 15 képviselő a mai napról nem jelentkezett meg, tehát a többi 11 képviselő itt volt. Ők készek velem dolgozni, de én, ahogy látom a mai szituáció szerint, ők nem akarnak velem abszolút együttműködni. Nem tudom, hogy mi ennek a hátránya, vagy mi ennek az előnye, de ahogy hallották most is az emberektől, tehát január 1-től se a tendereket nem tudjuk elindítani, se óvodák, iskolák fizetést nem fognak kapni. Hogy kéne rájuk hatni, sajnos nem tudok mit mondani erre, de remélem már, hogyha holnap is lesz a plenáris ülés, gondolom már holnap el fognak jönni. De tegnap, miután felfüggesztették az ülést, azért tanácskoztak. Dőlőre jutottak? Valamiben meg tudtak egyezni? Tehát tanácskoztunk, nem is keveset tanácskoztunk. Tanácskoztunk körülbelül olyan 2 óra hosszát. Végül összevesztünk, és nem jutottunk semmire. Nem tudtunk megegyezni. Hol akad el a tárgyalási folyamat? Tehát a legelső, ahol elakadott, az első helyettesemről volt szó. Tehát helyettes jelölni csak én tudok. Én tudom, hogy kivel akarok együtt dolgozni, hogy ki felel meg nekem arra a posztra. Ők ezt pont fordítva gondolták, ők akartak adni egy KMKS-est, tehát egy olyan embert ajánlottak nekem, aki már a választáson ellenem szavazott, tehát nem érem szavazott, hanem Alokin Viktorra. Most ön szerint, meg az emberek szerint, akik fogják ezt hallani, valaki dolgozna olyan ember, aki már eleve ellened szavaz? Tudomásom szerint a jegyzőben megegyeztek. A jegyzőben úgy egyeztünk meg, hogy tehát Andrea, aki lenne az edző, én már vele 5 éve dolgozok, máskülönben ő már 18 éve edző. Én nyíltan kimerem állítani, hogy Andrea a szöllősi járásban, de lehet, hogy még Kárpátán is az egyik legjobb szekretár. Ha tudnának esetleg jobb nevet felhozni, de nem tudnak több nevet felhozni, úgyhogy ők csak követelőzni akarnak egy szóval, de nem jutnak vele semmire. De én úgy tudom, hogy a jegyzőtben megegyeztek önnel, tehát hogy a jegyző lehet az ön jelöltje, ez a illető hölgy. Igen, nekik az volt a feltételük, hogyha mi adjuk a jegyzőt, akkor hogy az övék legyen, akkor az első helyettes. Én megmagyaráztam nekik, fiúk, ilyen nem lehet, ez csak én választhatom az elsőt is, a másodikat is, a harmadikat is. Nektek, ha esetleg kell helyettes, az első helyettes az enyém, a másodikról beszélgethetünk. Ők ebben nem mentek bele. Mit tesz most? Holnap 1 óráig el van halasztva. Mit tud ön, mint polgármester tenni azért ma, holnap délig, hogy valamiben megegyezzenek? Ön hogy látja? Legelőször is idegeskedni. Tehát november 28-án vezettük le az első plenáris gyűlés, ma pontosan december 16-a van. Az idegrendszerem már lassan ki fog készülni, hogy mit tudok én ezért tenni. Megpróbálom a frakcióvezetőjöket, Székely Gusztit felhívni, és hát ha valamit el tudunk dönteni a holnapi gyűlésen. Ma negyedszerre volt meghirdetve az új laki kistérségi tanács plenáris ülése. A KMKS frakció nem jelent meg. A polgármester úr azt állítja, hogy a KMKS nem hajlandó együttműködni. A kérdésnek, felvetésnek az első része azt mondhatnám, hogy igaz. Tényleg nem jelent meg a KMKS frakciója a mai tanácsülésen. Nem csak egyedül, hanem a népszolgái képviselői frakció csoport szintén nem vett részt a megbeszélésen, illetve a tanácsülésen. Azért történt meg ez a dolog, illetve azért döntött így a frakció egyöntetően, miután nem tudtunk egyetérteni a napirendi pontokkal, amit a polgármester a tanácsülésen ismertetett, vagy nem tudom, hogy ismertetette, de elő volt készítve minden esetre. Így nyilvánvalóan nem tudtunk belemenni ismét egy olyan tanácsülésbe, amely napirendi pontjait nem ismerjük, illetve sok esetben nem értünk vele egyet. A másik része a kérdésnek, hogy nem akarunk beszélgetni konstruktívan a kialakult helyzetről, ez viszont nem igaz. Azért nem igaz, mert mi a mai napig nyitottak vagyunk a higgadt és megfontolt párbeszédre,
és nem zárkózzunk el ennek lehetőségétől, és állunk elébe. Tegnap miután szünetet hirdettek a plenáris ülésen, egyeztetésre vonultak el a polgármesteri hivatalba. Milyen eredménnyel? Pontosan. Felajánlottuk a polgármester úrnak, illetve hát ő is jó ötletnek tartotta, hogy miután nem sikerült a harmadik tanácsülésen sem dűlőre jutni bizonyos kérdésekben, sőt a napirendi pontok vonatkozásában sem, hogy kezdődjön el a négy párti egyeztetés frakcióvezetők, illetve a helyettesek szintjén, és megtörtént ez az egyeztetés, vagy legalábbis kísérletet tettünk a párbeszéd megkezdésére. Számos kérdésben úgy látszik, hogy közeledtek az álláspontok, de viszont sarkalatos kérdésekben, személyi kérdésekben, tisztségek vonatkozásában nem sikerült megállapodnunk. A polgármester úr azt mondta, hogy az első helyettesi poszt az nagy vitát váltott ki önök között. Pontosan így van, hiszen a polgármester úr irányába annyi engedményt tettünk már többségi frakcióként, illetve ugye a velünk párbeszédet folytató népszolgái képviselői csoporttal egyetemben, hogy úgy gondoljuk, hogy miután a tanácsban többséget alkotunk, bizonyos pozíciók, illetve tisztségek azért, hogy konstruktívan működjön tovább a munka, és mindenki tudja hallatni szavát, illetve megjelenjen, ismét azt tudom mondani, a választói akarat a döntéshozatali menetben nélkülözhetetlen, hogy bizonyos pozíciókat mi úgymond magunknak tartsunk fent, illetve kérjük, hogy a polgármester jelölje azokat a személyeket, akikkel mi a KMKS részéről együtt tudnánk dolgozni a tanácsban, a tanács munkája során, ami szerintem egy logikus és elvárható kérés. Mennyiben egyeztetett a jegyző személye? A jegyző személyét, ha őszintén véleményt akarok formálni róla, azt tudom mondani, hogy mindig is jeleztük a polgármesternek a esetleg korábbi megbeszélések alkalmával, hogy az ő általa ajánlott személyt, akivel több éven keresztül korábban együtt dolgozott, nem támasztottunk ellene kifogást. Sőt, azt lehet mondani, hogy mindig is jeleztük irányába, hogy nem kívánunk ellene más szemét jelölni erre a pozícióra. Így azt tudom mondani, hogy itt megszületett a megállapodás. A polgármester úr azt nyilatkozta ma, hogy a holnapra ismét meghirdetett már ötödször plenáris ülésre kerül sor, és előtte mindenképpen fel fogja hívni a telefonon a KMKS frakció vezetőjét, és kész leülni tárgyalni. A KMKS frakció vezetője hajlandó együttműködni és tárgyalni? Minden további nélkül. Sőt, én ezt egy örvendetes hírként konstatálom, hogy a polgármester nyitott ebben a kérdésben és kezdeményezni óhajt a további egyeztetések vonatkozásában. Én várom az ő hívását, természetesen nem zárkózom el, sőt, örülnék, hogyha ez a beszélgetés megtörténne, egyeztetés megtörténne. Természetesen én továbbra is jónak tartanám, hogy ne csak a KMKS frakciójával történjenek meg ezek az egyeztető megbeszélések bizonyos kérdésekben, hanem jó lenne esetleg mind a négy párt képviselőivel leülni, ismét átgondolni, megbeszélni a vitatott kérdéseket, vagy azokat a pontokat, amelyekben ugye nincs jelen pillanatban egyetértés közöttünk, és úgy neki menni, úgy elmenni a következő tanácsülésre, hogy minden további nélkül elindulhasson a munka, a napirendi pontokat gördülékenyen meg tudjuk szavazni, át tudunk rajtuk lépni, és az, amit ugye a választóink elvárnak a képviselőinktől, hogy értük kezdjenek el dolgozni, és az ő javukat nézzék, ez lenne talán a legfontosabb ebben az egész folyamatban.